Vencel Vera hosszú hónapok óta szabadságolta magát a Víg Színházból, mint kiderült, nyomós oka van, hogy távol maradt a reflektorfénytől. Négy éve a színpadon érte baleset, a Hegedűs a háztetőn című darab előadása közben megbotlott, az esés következtében pedig súlyosan megsérült, két helyen eltört a csípőcsontja. Sokáig ágyban kellett maradnia, ezt követően hosszú volt a rehabilitáció. Most a férjét vette le a lábáról a betegség, a színésznő otthon ápolja. Számomra most az a legfontosabb, hogy a párom felgyógyuljon, mondta a Borsnak a Jászai díjas színésznő. Most minden, még a színészet is csak másodlagos, ezért nem is gondolkodom azon, mikor állhatok ismét a közönség elé, tette hozzá. A Víg Színház továbbra is számol a művésznővel, ezt a teátrum vezetése tudatta. Sőt, tavaly szeptemberben már visszatérését tervezték, ám férje betegsége közbeszólt, így kényszerű szabadsága még sokáig távol tartja hűséges közönségétől.